A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizut látják. Mai műsorunkban a sport és az egészséges életmód kerül a középpontba. Szeretnék egy tévhitet is eloszlatni ugyanakkor ebben a műsorban, ami az edzőtermeket illeti, és ebben segítségemre lesz a következő három vendégem. Két hölgyet és egy urat köszöntök itt ma a stúdióban. Itt van velünk Bedő Zsófia. Sziasztok, és köszöntöm a nézőket. Aki nagyon gyorsan köszöntél, nem baj, jó ez így. Aki egyébként, azt kell tudni Zsófiról, hogy egyébként profi boxoló volt. Voltam. Igen, majd ezt kitárgyaljuk, és emellett személyi edző. Igaz. Aztán itt van velünk a város egyik nívós edzőtermének tulajdonosa, Horváth Tamás is. Köszöntöm a nézőket, köszöntöm. Örülök, hogy itt vagy. Amit az előbb mondtam, hogy oszlassuk el a tévhiteket, remélem, hogy ez majd sikerülni fog. És itt van velünk Antal Ildikó gyógytornász is, akitől pedig szerintem nagyon sok hasznos információt fogunk hallani arról, hogy miért fontos a gerincvédelem például, de egy csomó mindent említhetnék szerintem, és majd azt is megbeszéljük, hogy ti hárman hogyan kapcsolódtok össze. Én is üdvözlöm a nézőket. Sziasztok! No, hát az előbb azt mondtam, hogy oszlassuk el a tévhiteket, lehet, hogy azt mondom, hogy kezdjük is ezzel. Ezt csak azért mondom és vetem fel itt a műsor elején, mert amikor nálatok jártam, nem is olyan régen, néhány hónappal ezelőtt, akkor azt vettem észre, sokszor járunk egyébként edzőtermekbe, illetve többször, de azt vettem észre, hogy ide olyan nagyon szívesen jönnek be mások is, mi is nagyon szívesen mentünk be, nagyon kedves fogadtatás volt, és lehet, hogy van egy olyan külső tévhit, vagy azt mondom előítélet, hogy hát, hogyha bemegy valaki a személy, illetve az edzőterembe, akkor ott már mindenki olyan, hogy gyúrós, és hogy... Na, szóval tudjátok, hogy milyen jelzőkkel szokták illetni azokat, akik oda járnak, akár hölgyeket, mert a hölgyekre is van szerintem előítélet, az urakra is, hogy ez ma már mennyire állja meg a helyét. Gondolom, hogy nem, mert nálatok ezt láttam. Kezdjük Tamással. Igen, amikor legutóbb voltatok, akkor is épp erről beszélgettünk pár szóban. Ugye akkor épp az egyik ilyen tévhit, az egyik ilyen sztereotípia volt terítéken, ugye az ünnepek utáni regenerálódás, illetve a strandszezonra való felkészülés már ugye a beigli korszak végén. És egyébként most pont a napokban láttam egy tök jó óriás plakáton, volt egy szlogen, hogy nyári forma, húzva életforma. Igazából ez teljesen jól összefoglalja ezt az egész dolgot, hogy nem lehet alapvetően csak egy pár napba, pár hétbe sűríteni ezt az átalakulást, hanem ez egy hosszabb folyamat. És egyébként pont mivel életformává vált az elmúlt években, és ugye elment a társadalom is inkább az egészségtudatosság irányába, és éppen ezért azt látjuk mi is, hogy mi korábban ez inkább egy ilyen réteg sport volt, különc emberek sportja volt egyébként a testépítés. Szerintem 80-as években voltam én is kisgyerek, és hát mi is izmos fickókat láttunk filmekbe, Rambo, Terminátor, stb. És ugye a mi fejünkben is egy olyan kép volt, hogy fú, hát egy ideális test, az egy kigyúrt, nagy és állandóan izzad és mindenkit lelő. Most ugye ehhez képest a dolog már jóval szofisztikáltabbá vált, viszont nyilván az embereknek a fejében ott van, hogy az egészséges életmód irányába valamiféle edzésen keresztül vezet az út. Lehet az egy csoportos óra, lehet bármilyen aktuális trendnek megfelelő mozgásforma, de egyébként alapként ott van például az edzőgépes edzés is. És ezt látom, hogy egyre több fiatal jár már hozzánk is, illetve ez nem úgy egy trend a világban. És nagyon fontos szerepe van például nekem is, illetve nekünk is abban fontos szerepünk van, hogy a fiatalok számára meg tudjuk mutatni azt, hogy különböző gátlásokkal ugye, vannak egy ilyen terem irányába, kicsi vagyok, duci vagyok, magas vagyok, vékony vagyok. Van egy, kinek mi a maga kis korlátja,
De hogyha bejön és látja azt, hogy itt nem emberevők vannak, és nem ilyen óriás szörnyek, amiket még gyerekkoromban a filmekben láttam, akkor ugye ő is bátrabb lesz, és elhiszi azt, hogy ez nem egy romboló közeg, hanem inkább itt épülni tud. Nem is csak fizikailag, hanem egyébként, és ez főleg ugye a csoportos órák kapcsán Zsófi is átámaszthatja, hogy egy-egy ilyen csoportos órás közösség, az ilyen családként is működik, és mindenki elmondja a maga napját, észrevételeit, megbeszélik. És sokszor edzés közben. Egy tök jó közösség alakul ki. Én mérges vagyok, de... És igazából pont ebbe van szerintem nagy szerepe mindannyiunknak egyébként, aki különböző szegmenseket képviselünk ebbe az egész történetben, hogy ezt úgy tálaljuk, hogy megszeressék az emberek, és ne menjen a kedvük el egy-két hét alatt, és nem mondják azt, hogy hát megpróbáltam, de inkább nem. Uh-huh. Úgyhogy én azt látom egyébként, hogy jó az irány, és nem csak nálunk, hanem trend szinten is Európában, az országban is így van, hogy nagyon sok tudatos kampány, tudatos már iskolai nevelés is erről szól, hogy a sport elsődleges, mindenkit ér mindenféle teher napközben, és munka, a diákoknál rengeteg megfelelési kényszer, és itt a sport kapcsán ezeket szépen ki lehet magunkból dolgozni. Most, hogy mondtad a diákokat, ugye ezt az előző interjúm kapcsán is beszéltük, hogy egyre több a fiatal, és tényleg nekem is a saját ismerősi körömben is azt látom, hogy tényleg ilyen 15-16 évesen lehet, hogy mondjuk... Így igaz, személyedzőhöz járni. Uh-huh. Uh-huh. És hogy tényleg azt látom, hogy például lehet, hogy egy ilyen 10 éves korában egy kicsit ducibb fiú, az 15-16 éves korára rájön, hogy lehet, hogy és egy ilyen nyúlással egybe is szokott ez kb. Esni, hogy akkor ő elmegy, és aztán sportol. És egyébként azt látom, hogy tényleg ilyen nagyon nagy átalakulások tudnak náluk is lenni még ebben a fiatal korban. Ők még nagyon fejlődőképesek. Sokkal uh-huh. gyorsabban, mint egy felnőtt ember. Uh-huh. Tehát akkor mondjuk lehet, hogyha át akar hamar formálódni. Ők még növésben vannak, az is sokat segíthet rajtuk például, hogyha valaki mondjuk ducib egy kicsit, és eljön 15 évesen, az lehet, hogy 2 év múlva tök pöpec felnőtt testtel fog rendelkezni. Na, akkor ez viszont jó üzenet azoknak a fiataloknak, akik törik rajta a fejüket. És egyébként szerintetek mi viszi be őket? Most arra gondolok, hogy lehet, hogy esetleg ez a mai világ, ez már annyira tele van rosszal, tehát hogy a saját környezetünkben is látunk annyiféle egészségügyi problémát, hogy lehet, hogy ők már tudatosabbak, és azt mondják, hogy én nem akarom, hogy valami bajom legyen. Mert a mi korosztályunkban szerintem, én legalábbis, ha a saját korosztályomra gondolok, azt látom, hogy egyszer csak leesik, hogy ja, oda kéne figyelni, nem? Az mi szüleink pedig még, hát valljuk be, hogy nem nagyon, vagy nem tudom, talán korlátozottan, meg a lehetőségeik is talán korlátozottak. Voltak. Abszolút. Én azt látom ebbe egyébként, hogy egyrészt, amit említettem is már, hogy iskolai szinten már elkezdődik egyfajta tudatosságra nevelés. Másrészt pedig, ami érdekes dolog, hogy itt a Covidot követő időszakban óriási elmozdulás történt a fiatalabb korosztály irányába. Tehát eddig 10-20%-nyi fiatal járt a teremben, most akár ez 50-60-70%-ra is megugrott, és egyébként trendi dolog is a terembe járni. Ugye hát nekem már kicsit boomerként lassan, de a TikTok és a különböző felületek ezek rettentő népszerűek. És egyébként ezeken vannak olyan influencerek, akik pontosan a sport különböző rétegeiből jönnek, és különböző személyedzők, különböző olyan mozgásformát végző menő fiatalok, akiket ezek a fiatalok egyébként szívesen követnek. Úgyhogy ez például egy ilyen rész a dolognak. Meg mellette tényleg azt gondolom, hogy a közösségépítés egy fontos szerep. Uh-huh. Igen, mondjuk, hogyha lehet, hogy például a fiatal srácnak például nincsen olyan közege, ahol mondjuk ismerkedni tudna, vagy lehet, hogy az iskolában nem olyan baráti köre van, akkor lehet, hogy itt mondjuk könnyebben tud... Egymást hozzák be egyébként. Tehát mindig egyre többen és többen jönnek. Jön két barát,
aztán legközelebb már négyen vannak, aztán meg hatán, és kiderül, hogy a fél osztály hozzánk jár. És egyébként neked még kik a vendégeid? Majd beszélünk arról, hogy mi mindent csinálsz te, de hogy kik azok még, akik a fiatalokon kívül megjelennek. Gondolom anyukák, anyutestet, aputestet szeretnék formálni. Rendelkezem olyan vendégekkel, akiknek már nagyobbak a gyerekeik, és most újra van magukra idejük, úgyhogy ők visszataláltak a sporthoz. Vannak olyanok is, akik mostanában szülnek majd, és akkor még nem akarják teljesen elengedni ezt a dolgot. Már jelezték, hogy szülés után azonnal jönnek vissza, persze ebből majd meglátjuk, hogy mi lesz, hiszen ez nem annyira egyszerű, mint ahogy ő ezt elképzelte. Van rengeteg férfi vendégem is egyébként. Ők mondjuk inkább a csoportos órákra járnak, ilyen speed racinget is tartok, és tök népszerű lett most a fiúk körében. Van, aki most az esküvőjére készül, egy kicsit későn kezdte, azt mondta nekem 2 nappal ezelőtt, hogy 4 hét múlva lesz az esküvő, és szeretné magát egy picit jobb formába tudni, de eljött legalább, szóval őre is büszke vagyok. Itt van, ott van minden nap azóta. Az igen. És ennyi idő egyébként elég ahhoz, hogy formálódjon? Meglátjuk, hogy mit tudunk belőle kihozni. Ildikot is hagyjuk egy kicsit szóhoz jutni, mert ugye te, mint gyógytornász vagy itt, és ezt az irányt képviseled, hogy ez is azért egy nagyon fontos szegmens az egészségünknek. Ugye, hát nagyon sokféle probléma létezik, gondolom az egész gerincoszlopot érintően, az összes ízületet érintően, stb. Majd egy picit arról beszélünk, hogy ti hogyan fonottok össze, de hogy a gyógytornára manapság mennyi igény van egyébként? Gondolom, hogy egyre többféle probléma jelenik meg, és már egyre fiatalabb korban. Igen, igény is. Az igény a fiatalok részéről kevésbé, a szükség inkább. Ugye főleg egy kamaszkorban, nem, amikor még pláne nincsen annyira fájdalom, de mondjuk van egy tartási rendellenesség, amivel foglalkozni kell, a szülő elhozza gyerekeket. Nyilván ilyenkor valóban még meg lehet előzni problémát, vagy hogyha valamilyen csontos alakú elváltozás van, az pedig azért, hogy ne legyen egyre rosszabb a helyzet, komoly szinten el kell vele kezdeni foglalkozni. Igazából, hogyha valakinek nincsen semmilyen különleges problémája, csak egész nap ül az iskolapadban, az éppen elegendő ahhoz, hogy aránytalanul terhelődjön a teste. Úgyhogy én igazából azt gondolom, hogy megelőző jellegű gyógytornára, aminek egyébként egy sokkal izgalmasabb módja, hogyha egy fitnessterembe olyan emberhez, aki egy kis rálátása van, vannak a rehabilitációs trénerek, és velük együtt dolgozva, ezzel kapcsolódva a terem életéhez, a munkásságom, hogy ezt tudjuk egy fedél alá hozni, mivel maga a gyógytorna, bár szükség van rá, ugye egy alapvetően a többi, a sporthoz képest, az egészséges élethez képest egy kicsit unalmasabb, pláne mondjuk egy fiatal számára. Úgyhogy mindenféleképpen, ha gyógytornára is szorul valaki, mindenképpen kell olyan formában megragadni ezt a dolgot, hogy számára élvezhető, befogadható, tartósan végezhető legyen. De sajnos gyógytornára ebben az életkorban, meg nagyon sok életkorban szükség van. Sajnos a magyar egészségügyben még mindig azt kell mondanom, hogy betegségügy van, tehát ott már akkor találkozunk a különböző életkorban levő emberekkel, amikor már egy betegség kapcsán találkoznak velünk. Preventíven én azt gondolom, hogy ott lehet bekapcsolódni, ahogy a Tamásék termében is az alapvetően edzeni vágyó emberek, akiknek lehet, hogy időnként már szüksége lenne egy kis külső segítségre, hogy ezt megtámogatni egy egészségügyes alapszemlélettel. Tehát nem megvárni azt, amikor már valóban egy betegséggel kell megküzdeni, azzal kell valamit kezdeni. Ezt azért is gondolnám egyébként jó ötletnek, mert ahogy most is mondtad, lehet, hogy mondjuk az biztos, hogy nekem például szükségem lenne arra, hogy gyógytornára járjak 3 gerincsérvel, vagy a kislányomnak, akinek már a műsor előtt megbeszéltük, hogy milyen gerinc problémája van, de az embernek nem biztos, hogy erre lenne ideje. És azt mondja, hogy hát, hogyha már annyi kis időm van, akkor úgy akarok mozogni, hogy attól inkább vagy fejlődjek, vagy ki fogyni akar, ki hízni akar. Tehát, hogy
lehet, hogy erre jobban rászánják az emberek az időt, meg a gyerek is mondjuk a 85 féle elfoglaltsága, meg a tanulás mellett, de hogyha mondjuk ezt összetudja kapcsolni azzal, hogy mondjuk egy edzőtermi foglalkozás során még aztán beleépül a gyógytorna is, az szerintem egy tök jó ötlet, ami nálatok most ugye megvalósulni látszik. Meséljetek erről egy picit. Mert hogy ti akkor itt így összekapcsolódtok, és akkor erről beszéltek, hogy hogyan igen. tudtátok ezt összehozni. Ildikóval már nagyon régóta együtt dolgozunk egészségügy kapcsán. Egy másik vállalkozásban most már partnerek vagyunk jó pár éve, és amikor átvettem ezt az edzőtermet, akkor rögtön az első gondolat az volt, hogy neki fogok szólni, hogy ebbe az irányba menjünk el, ugyanis korábban már más edzőtermi tapasztalatból tudtam azt, hogy sok esetben nem standard raklapon kapható ügyfelek jönnek be, és nem mindenkinek egyformák az igényei, nem mindenkinek egyformák az adottságai, és sok esetben, bár vannak amúgy nagyon jó edzők és szakemberek, de sokszor a kompetenciájukon túlmutató problémával szembesülnek. És ilyen esetben láttuk azt a problémát, hogy az edzőtermet igazából nem vették komolyan egészségügy szinten, nem vették komolyan mondjuk egy kórház szintjén, vagy ortopédia, vagy egyéb más osztály szintjén, és szükségünk volt egy olyan irány, egy olyan támpontra, amikor egy elismert szakember tud mögé adni tudásanyagot, és az ő iránymutatásai alapján akár a többi edző is tudja ezeket a egyébként aktív és fit és jókarban lévő fiatalokat némi mozgásszervi problémával egyébként kezelni, és emiatt nem kell nekik eljárni külön egy dedikált gyógytornára, hanem ahogy te is említetted, akár a szabadidejüket hasznosan töltve, vagy hasznosabban töltve eljönnek egy edzőterembe, ami egyébként számukra egy jó közösségépítő, talán még trendi is, és rögtön nem egy ilyen kórházi közegbe találja magát, és mellette biztos, hogy jó kezekben van, és nem történik vele olyan esemény, ami miatt lehet, hogy rosszabb lesz az állapota, mint ahogy előtte bejött hozzánk. Igen, és én azt gondolom, hogy az is nagyon fontos. Alapvetően nyilván egy edzőterembe edzeni szeretnek járni. Az emberek nyilván sokkal élvezetesebb, mint a gyógytorna. De azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, pláne, ugye eddig a fiatalokról beszéltünk, most beszéljünk a 40 és a fölötti korosztály, akikből szintén bőven található a teremnek, akár a funkcionális részén, akár a kondigépes részén. Én ennek nagyon, számomra is megdöbbentő volt egyébként, amikor először oda kerültem. Akinek nyilván az idő múlásával, vagy akármi miatt kialakulhat valamilyen problémája, ami nem biztos, hogy nagy, nem biztos, hogy azzal rögtön orvoshoz, gyógytornászhoz szeretne fordulni, de mégis elbizonytalanodik ő is, meg lehet, hogy az edzője is. Én azt gondolom, hogyha egy egészen pici kis, akár funkcionális eltérésről van szó, lehet, hogy az egész csak arról fog szólni, hogy az edző és én konzultálunk róla, hogy lehet, hogy csak egy kicsit a testtartáson kell változtatni. Aztán, hogyha vannak olyan tünetek, akkor lehet, hogy egy-két olyan gyakorlatot beleillesztünk magába az edzés, és akkor még mindig az edzés szférájában vagyunk, ami még mindig egy élvezetesebb, és ott tartja a mozgásban. Nem az a lényeg, hogy a teremben, ott tartja az egészséges mozgásnak a halmazába a vendéget. Akkor még mindig nem betegről beszélünk. Hogyha olyan tünetei vannak, nyilván mivel ugye van egy alapkompetenciám, lehet, hogy azt mondom, hogy biztos, ami biztos, menjünk el orvoshoz, készüljön egy röntgen, MR, bármi, hogy lássunk tisztán, ne vakon legyünk. És akkor utána, mivel még mindig nem engedtük ki az egészséges mozgás közegéből, de az orvos javallatára mondjuk, meg én szakemberként meg tudom mondani, hogy mi az, amit nem lehet, viszont az összes többit lehet, tehát akkor nem vágódunk el ettől az egészséges szférától, és akkor mehetünk a gyógytornára, mehetünk a fizikós kezelésekre, hanem még mindig, bár van egy foglalkozós rész,
de még mindig egy általunk kedvelt tevékenységi körben tudunk maradni, és ez szerintem nagyon fontos, mert sok embernek ott be is fejeződik az edzőtermi, meg az egészséges mozgáshoz kötődő élete, hogyha bejön egy diagnózis, mert akkor már utána nem biztos benne, hogy ez nem jön elő újra, hogyha ő újra ezt csinálja. És mondom, sokszor elég az, hogy csak egy konzultáció, vagy pár gyógytornára eljön, amit aztán beépítünk. És azt gondolom, hogy a legutolsó eset az, amikor egy időre el kell köszönni, de hogyha tudja azt, hogy vannak jó rehabilitációs trénerek, ott van egy gyógytorna háttér, akkor sokkal nagyobb esély lesz arra, hogy az egészséges mozgásnak a területére térjen vissza, ami szerintem nagyon fontos dolog. Erről most az jutott eszembe, hogy amikor nálatok voltunk forgatni, akkor a Horváth Hellával éppen találkoztunk, és nem tudom, tudjátok-e, hogy azóta forgattunk is velük, és ők is voltak itt a Mizuban. Török Evelinnel volt itt, és a rehab szakemberrel. És ez tök jó látni egyébként, hogy ott például a teremben, ott volt az edzője, ott volt a másik szakember, és együtt egymás kezéből a másikba adták, és együtt dolgoztak rajta, és hogy tényleg... Ma már szerintem ez egy nagyon jó vonal, hogy most csak a saját kis múltamból nézem, hogy volt egy idő, én is jártam személyedzőhöz is, nekem is megvolt mindenféle a gerinc problémámtól, a tért problémámig minden, és akkor mindig az volt, hogy melyik feladatokat ne csináljuk, meg hogyan váltsuk ki, meg nem tudom, és hogy mindig éreztem egy kis bizonytalanságot én az edzőmben, pedig tudom, hogy kell, hogy tanuljatok, gondolom ilyet, de majd erősíts meg ebben. Csak hogy gondolom, nektek is azért egy nagyobb biztonságot ad, hogyha ti együtt ezt így megkonzultáljátok, mert te azért hozzáadod a szakértelmet, te pedig akkor ehhez képest tudod kitalálni ezeket a gyakorlatokat. Én egy kicsit olyan bizonytalan voltam akkor, hogy biztos, hogy ez így jó, meg hogy nem baj, hogy ettől függetlenül terheljük a gerincemet, pedig lehet, hogy nem is úgy kéne. Szóval, hogy ilyen kérdések azért vannak az emberben, és ez jó. Igen, és pont ezért született ez az egész, hogy az ember merjen bátran megmaradni a saját egészséges sportjában, hogyha tudjuk, hogy van termen belül egy olyan szakember háttér, aki tudja az edzők munkáját segíteni. Uh-huh. Én az elején kikötöttem a vendégeimnek, hogy nagyon szeretek emberekkel foglalkozni, de csak az egészséges emberekkel, mert nálam egy kicsit olyan szintű sport edzéseket tartok, ami már majdnem versenysportra való felkészülés. Tehát mivel én is versenysportoló voltam, magasabb szinten zajlik nálam az edzés. Aki ezt nem bírja, vagy valamilyen sérülés miatt nem tudja csinálni, azzal nem szerettek foglalkozni. Te is egy biztonsági dolog. Igen. Mész. Tehát azt, amit nem biztos, hogy hozzá tudsz esetleg szólni, vagy vállalsz egy sérülést esetleg, ne adj Isten, azt minimális sérüléssel rendelkező emberek járnak hozzám. Tehát van erre szakember, és én úgy voltam vele, hogy én, mint személyedző, tanultuk ugyan, nem részletesen, tehát az Ildikó sokkal jobban ért hozzá, és hogyha kell, akkor ki fogom kérni a tanácsát ebben. De vannak a kettőnk között is olyan szakemberek, ahova bátrabban küldeném a sérült vendéget, mint magamhoz. Ja, pont egyébként a Zsófi órájára jellemző, hát akkor egy személyes példát hadd mondjak, mert én nagyon szeretek a Zsófi órájára járni, egy súlyterheléses edzés, én amúgy futni szeretek, és amellé így kiegészítésként én szívesen részt veszek ezeken az órákon, jó hangulatú, pörgős, tényleg Zsófi nagyon jó edző. Köszönöm. De nekem volt már régebbről egy nyaki gerincsérvem, ami miatt, hogyha így a súlyzót tartottuk a nyakunkba, nem gondolnám, hogy a súlyzó miatt, de valami miatt így előugrott ez a probléma, tüneteim lettek, és akár másra is igaz, hogy ha nem vagyok ott az edzőtermi közegben, akkor lehet, hogy én így megülök ezen a problémán, hogy jó, akkor nekem most tüneteim, gyógytornázom, McKenzie terápiát csinálok, és akkor nekem ezt így nem szabad. De aztán, mivel ott minden héten szembesültem Zsófival, hogy igen, azért szerintem ez még visszavár engem ez a dolog, addig gondolkodtunk, hogy végül is aztán egy eszközöm, egy egész egyszerű kis szivacsot kellett rárakni a rúdra, és teljesen tünetmentesen vissza tudtam térni. Az egyébként számomra is sokkal kedveltebb foglalkozásra, mint a saját magamnak saját módon elvégzett gyógytorna, ami alapvetően
nem olyan élvezetes, ott más célok vezérelnek minket, de így nagyon örültem, hogy vissza tudtam térni. Én is nagyon örültem. Na hát akkor viszont tök jó kiegészítettek egymást. Igen, így igaz. Na, egy picit beszéljünk a hétköznapokról, hogy ugye Zsófi, hát figyelj, én most itt kiírtam magamnak, és muszáj lesz puskáznom, mert nem tudok ennyi mindent egyszerűen megjegyezni. Ugye azt tudom, hogy fitness instruktornak hívják most már ma ezt a szakmát, amivel foglalkozol, de ugye ez mellett, hova is írtam, már láttam ilyet nálad felírva, hogy capoeira aerobik, de azt gondolom egy régebbi dolog ez lehet. Egy régebbi vagy dolog volt, egy picit működött. Amikor behozták az edzőterembe azt a zumbát, tudod, és akkor mindenki zumbázni járt. Na, akkor a főnököm azt javasolta, hogy találjak magamnak valami hasonlót, ami ilyen koreografált, aerobik jellegű, de mégsem zumba, hanem annál egy kicsit komolyabb. És mivel én nekem van küzdősport múltam, hát ezt a capoeira aerobikot találtam, ami nem tudom mennyire ismert, Czanik Balázs féle dolog. Nagyon szuper rugások, ütések, elhajlások, én akkor abban megtaláltam magam, de már nem vagyok én. A zene az megmaradt, mert zenés órákat tartok azóta is, de az már nem én vagyok. És akkor ilyen crossfit, meg TRX, meg ilyesmik, meg akkor mondtad a biciklit, amit most hogy hívtok? Hát én Bring a Fantázia névvel spin racing órát tartok, ami nem tudom, a spinning és a spin racing között annyi a különbség, hogy a spin racing, tehát amit én is tartok, az sokkal mozgékonyabb, tehát nem csak ülve és állva tekerünk a biciklin, hanem egyéb mozgásokat, karhalítás, nyújtás, előre-hátra, és azt én a saját, nem tudom, kútfőmből, amit csak kisül, és imádják a vendégek egyébként. Illetve köredzést tartok még, ami egy funkcionális edzés, kiegészítve ugye hát saját testsúlyos, TRX, súlyzórúd, kettlebell, hát minden eszköz, medicinlabda, ami megtalálható a teremben. Azért szeretem, mert soha nincs két ugyanolyan óra, és a vendégek is nagyon kedvelik. És akkor neked hogy néz ki mondjuk egy napod? Mondjuk a mai napod, most, hogyha nem nézzük, hogy itt vagy velünk egy órát, akkor délelőtt személyedzéseket tartok, minden délelőtt, aztán déltől irodai munkát végzek, délután a pultban vagyok egy picit, és este pedig csoportos órákat tartok. És akkor gondolom, ez a hét napjaira föl van osztva, hogy mikor lehet. Öt nap, igen, hétfőtől péntekig. A szombat, vasárnap az pihenő. Nem semmi. És akkor te is mozogsz egész nap? Hát minimum egyszer, igen. Akkor így a saját edzésem is, hát most ez így csúnyán mondva le van tudva, de én azt vettem észre, hogy a vendégek sokkal jobban szeretik, ha edzek velük. Egy kicsit húzom őket, ők is húznak sokszor engem, úgyhogy jól kiegészítjük ezt. Tamás, neked mint a tulajdonosnak mi mindent kell intézned egy nap? Neked van egy másik része is a munkád. Hű, hát én hogy mondjam, mint a Windowsban ilyen multitaskingos vagyok, tehát egyszerre sok mindent csinálok, nem is csak az edzőterem, hanem nekem van mellette egyéb más vállalkozások is. Egyébként a fő profilunk az orvostechnikai eszközgyártás, de innen a Ildikóval a régi kapcsolat, és amellett van most meg két edzőterem, illetve mindig valamit agyalok, tehát mindig valamit újítok, mindig valamit csinálnék. Tehát az a helyzet, hogy ez a szám ez mindig nő, csak az a baj, hogy már a fejemben nincs több fiók, és így kicsit mások így a napnak a 24 órájában ez már így sok lesz. De egyébként alapvetően a edzőterem most, ami a legközelebb áll a szívemhez, egyrészt mert itt, hogy pont Ildikó is említette, egészséges, fejlődni vágyó emberekkel vagyok körülvéve, akik tényleg jó energiákat árasztanak magukból, és mellette, hát mivel ez egy nemrég átvett edzőterem, így ki lehet élni a kreatív hajlamaimat, hogy most felújítás van, új trendeket próbálunk bevezetni, meghonosítani, úgyhogy napom igazából ebből áll, hogy ez az állandó jövésmenés, úgyhogy ez így nehéz lenne definiálni, hogy mit csinálok. Mindent, ami éppen jön szembe. És mennyi segítséged van egyébként ehhez?
Hála Isten, van segítségem, mert azt tudom mondani, hogy minden vállalkozásban, így itt is, nagyon jó szakemberek vesznek körül. És amellett, hogy jó szakemberek, jó emberek is, és tényleg ebbe az alkotó tevékenységben nagyon jó partnereket találtam. Nyilván szeretném azt hinni, hogy a hasonló-hasonlót vonza elvén működik ez, és ezért alakult ez így. De hogy miért is van ez így, az teljesen mindegy. A végeredmény számít, hogy egy jó csapat, és mindenben szinte ilyen gondolatra már minden működik, és egy rugóra jár az eszünk. Tehát így van segítség, hála Isten. És te mennyire használod ki a lehetőségeket itt a termekben? Hát én inkább az egészségmegőrzés fronton mozgok. Ez most nálam heti 2 alkalomban merül ki. Egy picit egyébként munkahelyé is vált az edzőterem, úgyhogy ha bemegyek, akkor nyilván mindenki megruhamoz az adott őt. Ezt tudom tanúsítani. Őt nagyon-nagyon mozgató kérdésekkel, és ezeket nyilván megbeszéljük, megvitatjuk, és hát ott tartunk a végén, hogy úgy elröppent 2-3 óra, mintha nem is lett volna. Úgyhogy így a délután az pikpak elmegy, és nem igen tudok edzeni, de azért egy heti 2-t be szoktam iktatni. Uh-huh. És ez milyen edzés formájában van? Hát ahogy éppen sikerül, inkább az edzőgépes edzést preferálom. Nekem még az éget be, én még 95-ben voltam először edzeni, egy dohos pincébe, és nekem valahogy ezek a rozsdás vasak, amik a szívem csücske. Bár sose lettem akkora, mint az akcióhősök, akiket néztem gyerekkoromban a VHS-en, de hát legalább a szándék megvolt. És ez maradt is, és így heti 2-t igyekszem azért beiktatni. Ildikó, nálad hogy néz ki egy nap? Kórházban vagy most? Igen, minden reggel a kórházban kezdek 7 órakor, ugye ortopédiai osztályon, édesanyjáddal is dolgoztunk ott egy ideig. Ott főleg csipőtért protézis beültetés utáni torna, szerintem apukád a sírén tornáztatnak. Annyi család közön is. Bocsánat. És aztán, amikor ott végzem, akkor vagy átmegyek az edzőterembe, vagy a falmászóterembe, mert hogy a másik nagy misszió már igazából a 2000-es évek eleje óta gerincferdültekkel szeretek foglalkozni. Gerincferdült sajármanos anyagtartásos gyerekekkel. Egy igazi komoly misszió ez, főleg akkor, hogyha egy súlyosabb esetről van szó, korzetre szorul, ugye innen a kötődés a Tamás másik cégével, ott a nagyon komoly szakemberekkel együttműködve próbálunk hosszú évekig missziószerűen segíteni. A gyerekeknek is, szülőknek is, ez tényleg egy nehéz, lelkileg is nehéz munka, szerintem nem mindenkinek való. Ennek enyhítése egyébként, hogy akár valamilyen sportban, akár egy edzőteremben megtalálható sportok közül, vagy egy falmászóteremben bele csempészni a monoton gyógytornának az ismérveit, a kötelezőségeit valami olyan tevékenységben, ami egy kamasz tűrőképességébe belefér, úgyhogy ezek a fő tevékenységeim. Hát ott az edzőteremben ott nagyon sokat beszélgetek, figyelek, nézem, hogy edzők hogyan dolgoznak. Hogyha van valami kérdésük, akkor megközelítenek, úgyhogy alapvetően ezeken a frontokon, meg hát édesanyja vagyok, úgyhogy otthon pedig teszem a dolgomat. Akkor van bőven, és akkor ezt mondjuk be, ezt sűríted egy 8-tól 4-be, vagy hogy kell elkezdeni? Nem, ez nem fér bele 8-tól 4-be. Ezt sejtettem. Nem, hát általában 7-kor kezdem a munkámat a kórházban. Van olyan nap, hogy este 6-kor végzek, de van, hogy 4-kor már el tudok menni az obiba a gyermekemért. Az igen. Hát ugye olvastam rólad, ezt mondtad is, ezt a falmászó dolgot, és azt láttam, hogy az tök jó, hogy ezeknek a gerincferdült gyerekeknek kitaláltok egy olyan programot, amivel viszont amellett, hogy segítetek neki, esetleg a testtartás, meg a többi, az mellett tényleg egy élményt adtok. Szóval azért ez meg egy nem kis dolog szerintem. Igen, amikor elkezdtem, én nem gondoltam, hogy ilyen népszerű lesz. Kicsit bátortalanul vágtam bele.
De azt látom, hogy nem, az alapterápia azért monoton, és sok gyerek kikerült a terápiás közegből, nem hordta a korzetjét, nem csinálta a tornát, elsúlyosodott, műtét lett a vége, ezt nagyon rossz látni, főleg úgy, hogy a szülő, a műszerész, a gyógytorna, ezt mindenki körülötte van és segíteni szeretné, de hogyha egy kamasznak ez nem megfogható, akkor nem tudunk mit tenni, eszköz nélkül vagyunk, és hogyha van valami olyan, ami számára inspiráló, őt megfogja, meg azért az nagyon vagány dolog, hogy nem azt mondjuk, hogy gyógytornára megyek, edzeni megyek, edzőterembe, falmászóterembe, akárhol, de én edzeni megyek. Az, hogy én belerejtem azt, ami neki fontos, és nekünk is fontos, az egy külön öröm. Pont most kedden is csütörtökön vagyok a falmászóterem, a csütörtöki gyerekeknek mondtam, hogy nyugodtan gyertek kedden, és megdöbbentem, hogy mennyien voltak. Én akkor eszméltem rá, hogy úristen, ennyi gyerek mozgatódik meg ezáltal a dolog által, és megint csak visszatudok, és visszaszeretnék kapcsolódni az edzőtermi léthez. Egyébként oda is, de kifejezetten rehabilitációs trénerekhez küldtem már gerincferdült, vagy főleg a sajármanos fiúk. Ők szeretnek edzőterembe, ők edzőterembe akarnak járni. Ha engedjük, ha nem, ők el fognak járni. De hogyha úgy jár el edzőterembe, akár egy gépes, kondigépes edzésre, hogy van mögötte akár a kezdeti lépéseit egy rehabilitációs trénel, vagy egy jó személyi edző segíti, úgyhogy pontosan tudjuk azt, hogy mi az, amit védeni kell, de egyébként meg tessék nyugodtan, hát ez a jó, örülünk neki, hogy mozogni kell, mert sok gyerek ezáltal a diagnózis által gyakorlatilag mindenről le van rekesztve, és ott ül a kanapén, vagy a gamer székbe, és akkor én akkor azt mondom, hogy menjen el konditermes edzésre, és akkor ő is biztonságban van, a szülő sem érzi azt, hogy most valami rossz történik a gyerekével, azért, mert hogy azt mondták, hogy a gerincével baj van, akkor ő biztos nem mehet, de mehet, csak bizonyos megkötésekkel, és itt azt gondolom, hogy erre lehetőség van, hogy mindenki biztonságosan edzhessen, akár van problémája, akár nem. No, egy picit beszéljünk akkor arról, hogy hogy jutottatok el oda, ahol most vagytok. Én most azt látom, hogy ahogy beszéltek a munkátokról, most vagytok talán a helyeteken, nem? Igen. Mondhatjuk. Jó, beszéljünk Zsófi akkor először rólad. Te Nagykanizsáról jöttél, ha jól tudom, ugye? Így igaz. Hogy csöppentél Fehérvárra, meg milyen tanulmányok állnak mögötted? Meg hát van egy hosszú profi boxolói múltad is, azt ne felejtsük el. 20 éves koromban költöztem Fehérvárra, mert ide jártam főiskolára. Egyébként a sajtószakirányon végeztem. De én már gyerekkoromban tudtam, hogy a sporttal szeretnék foglalkozni. 11 évesen kezdtem el versenysportolni, tulajdonképpen kosárlabdázóként, és annyira beleívódott a mindennapi testmozgás az életembe, hogy nem is volt kérdés. Először testnevelő tanár szerettem volna lenni, aztán rájöttem, hogy van ennek azért másik módja is, hogy én a sporttal foglalkozzak, és akkor eldöntöttem, hogy én arra szeretném feltenni az életemet, hogy megszerettettem a sportot olyan emberekkel, akik egészségesek, de nem szeretik még a sportot. És úgy gondolom, hogy ez jól sikerült. No, de hát ugye ehhez kellett néhány ilyen iskolát elvégezni, és hát az, amit most felsoroltam, egy csomó minden, ezeket mind azért meg kellett tanulni, úgyhogy ezt én nem tartom egy ilyen kis feladatnak. Hosszú út vezetett ideig, igen, de nem is a sulit mondanám inkább, hanem a sportkarriert, amiből rengeteget tanultam. Tehát akár az edzőimtől, akár a versenytársaimtól, az ellenfeleimtől, vagy nem tudom, hogy mondjam, sok mindent hoztam magammal, és úgy gondolom, hogy attól vagyok jó szakember, hogy kijártam azt az iskolát. Hosszú-hosszú éveken keresztül. Na, mesélj egy picit erről a boxról. Hogy jön egy lánynak az, hogy boxolni megy? Hát nekem gyerekkoromban volt egy kedvenc magyar profi ökölvívóm, ő akkor futott be a tévébe, amikor én 14 éves voltam, és akkor én ott ültem minden este, amikor az ő meccseit adták, és arról álmodoztam, hogy talán egyszer én is így beugrálhatok a nézők elé. És hát a szüleim hallani se akartak róla. Úgyhogy meg kellett várni, még elmúltam 18,
és aztán akkor le tudtam menni egy boxterembe, illetve hát kickboxsal kezdtem, és amikor ide kerültem Fehérvárra, akkor jött egy telefon, hogy mehetnék Dániába, kapnék érte pénzt is, de csak box meccs lenne. Hát én meg úgy voltam vele, hogy hát most akkor nem rúgok, megpróbáljuk, és akkor így kezdődött a box karrierem. Ami aztán azt hiszem, hogy 14 évig tartott. Uh-huh. 4 éve hagytam abba, vagy most már lehet, hogy 5. Azt hiszem 4. És milyen eredményeid voltak? Azt láttam, vagy olvastam rólad, hogy azért a Európát bejártad tulajdonképpen. Így igaz. Sőt, még Dubajban is voltam. Voltam ugye? Dubajban, Kanadában 2-szer is, meg voltam Indiában. Az volt talán a legeslegkülönösebb utam. Szerettem utazni, meg ugye hamar felfedeztem, hogy ezzel pénzt is tudok keresni. Hát az eredményeim azok eléggé vegyesek, mert ha nem tudom kiért annyira a profi boxhoz, de ha külföldre mész, akkor nem te vagy az első számú versenyző, hanem téged visznek oda. Tehát valószínű, hogy sok szerencse kell ahhoz, hogy te nyerd a külföldi meccseket, így nekem egy kicsivel több vereségem van, mint győzelem, de semmit nem bántam meg, pénzt kerestem vele, illetve rengeteget utaztam. Uh-huh. És ez mennyi monoklival és sérüléssel járt? Sokkal, rengeteggel, illetve sérüléssel semmi, egy fejelés miatti szemöldökrepedéssel befejeztem a karriert tulajdonképpen. Se egy bordatörés, semmi. Semmi, hála jó Istennek. Az jó. Monokli az sokszor volt. Még az elején úgymond büszke voltam rá, aztán amikor rájöttem, hogy ez nem túl, meg mindenki megkérdezte, hogy mi történt, akkor már megpróbáltam sminkkel eltakarni. És hogy lett vége ennek a karriernek? Miért döntöttél úgy, hogy nem folytatod tovább? Egyszerűen elég lett, meg lett annyi munkám, hogy már nem fér bele egy versenysportra való felkészülés. Tehát még úgy kacérkodtam vele, még a Covid előtt nekiálltam újra edzeni, de hála a jó Istennek, lekopogom, van annyi munka, és elég, hogy nem, nincs szükségem már erre. De azért hiányzik, leginkább az utazás. Tamás, neked mit lehet tudni, honnan indultál? Hát, én is, illetve a családom is tőzsgyökeres székesfehérváriak vagyunk. Szüleim, nagyszüleim mindegyik ágon videótonhoz köthetők, úgyhogy hát innen szinte predesztináltak arra, hogy én is valami mérnökké váljak, úgyhogy hát szintén fehérváriként Kandón végeztem. De egyébként érdekes volt, mert előtte meg humán szakirányon voltam a gimnáziumban, és akkor ott azt mondtam, hogy elég volt a verselemzésből, és szeretnék valami műszakit, úgyhogy illettem végül is villamosmérnöki karon információtechnológus. Úgyhogy ehhez képest pedig hát egészségügybe tevékenykedem többek között, ami egyébként annak köszönhető, hogy 92 óta édesanyám vezette ezt a céget, és a 2009-es halált követően én vettem át. Voltak egy kényszerből azt a vállalkozást, de aztán annyira a részemmé vált, tehát 92 óta tényleg gyerek voltam, még más gyerek a dömpert tologatta a lakótelepen, én nyári szünetben kerekesszékkel játszottam, tehát nekem vannak ilyen érdekes emlékeim. De lényeg az, hogy maradtam az egészségügy vonalán, és mellette, ugye hát említettem is, eljártam edzőterembe, és ott ottani barátokkal beszélgettünk annak idén arról, hogy hú, de jó lenne egyszer lenne egy saját edzőtermünk, és ez milyen menő, és milyen klassz. És úgy hozta az élet, hogy egy jó barátomon keresztül egy másik jó baráthoz eljutottunk, és amikor ő Fehérváron egy edzőterem hálózatnak egyik termét nyitotta, akkor nekünk szólt, hogy mint fehérváriak, mit szólnánk, hogyha ebben mi is részt vennénk. És akkor így csöppentem 8 éve ebbe az edzőterem vállalkozásosdiba. És egyébként megtetszett a dolog, mert építő jelleggel lehetett gondolkodni, egészséges emberekkel foglalkozni, és így amikor a lehetőség adódott, hogy ezt az újabb edzőtermet át lehetne venni, akkor mindenképp ebbe az irányba szerettem volna elmozdulni, már csak azért is, mert már volt korábbi tapasztalat egészségügybe is,
edzőterem fronton is, és azt gondoltam, hogy akkor most arra talán van annyi rutin, hogy akkor ez már menni fog, és jól fog minden muzsikálni, és olyan plusz tudok már hozzátenni ehhez az alap működéshez, lásd, gyógytorna és egyéb speciális dolgok, amik mondjuk máshol eddig nem voltak jelen. Úgyhogy így jutottam most idáig, hogy itt ülök veletek. És vannak hasonló, illetve más jellegű tervek most? Vagy most itt ebben úgy megnyugodtál, és most ezt csinálod? Aki ismer, tudja, hogy sokáig a fenekemen nem szoktam megülni. Akármilyen terv jöhet, tehát azt gondolom, hogy egészen jó az alkalmazkodó képességem, és ami jön szembe, és látom benne a fantáziát, akkor azt addig csiholom, meg reszelgetem, amíg abból lesz valami. Úgyhogy most azért kis pihenőt fújtam, mert érzem, hogy sok felé kéne szakadni, amit nem tudok megtenni, de hát nyilván most majd tisztul a kép, és valami csak jön szembe. Ildikó, te nálad a gyógytorna az hogy jön valakinek? Mert szerintem ehhez lehet, hogy kell egy erős indítatás, vagy nem tudom, egy példa, vagy mi kell? Hát nálam egészen máshogy jött. Én gimnáziumban reálos voltam, már akkor is, és nem sok mindent tudtam a gyógytornáról, meg az egészségügyről sem, viszont fizikából és biológiából nagyon jó voltam, úgyhogy felütöttem a tovább tanulási tájékoztatót, egy ilyen útmutatót, és akkor találtam ilyeneket, hogy bányamérnök, gyógytornász, ugye lehetett volna, én azt éreztem, hogy orvos nem szeretnék lenni, volt orvos ismerős, és tehát az állandó távolság a családtól engem megrémített. Én tudtam, hogy valaha jó családanya szeretnék lenni, és láttam, hogy ez nagyon nehezen fér össze, úgyhogy ezt elvetettem. És a bányamérnök is a gyógytorna között a gyógytorna győzött. Azért az éles különbség egyébként. Igen. Én ugye elképzeltem, hogy ott akkor biztos lent kell lenni a bányában, aztán mondták, hogy nem egyébként. De mindegy, így elvetettem. És azért elmentem még gimnázium alatt a kórházba, hogy megnézem, hogy azért mégis hova fogok jelentkezni. Nagyon megtetszett egyébként, mondom, hát jó lesz ez. És ahogy teltek a főiskolai évek, úgy éreztem, hogy ez én vagyok. Úgyhogy ha tudatosan választottam volna ki, akkor sem sikerülhetett volna jobban. És tényleg az alatt, a 4 év alatt, ahogy szakemberré szocializálódtam, én éreztem, hogy ez nekem nem a munkám, hanem a hivatásom lesz, és így is lett végül is. Azon kívül, hogy most már 25. éve az ortopédián van a fő munkám, azért egy nagy misszió nekem mindig a gerinc, amit említettünk is, sokféle fronton. A kórházon belül is az egészségügyi dolgozóknak most már 22. éve folyamatosan egy olyan gerincvédő mozdulatsorokat tartalmazó módszert tanítok tanfolyami kereten belül, ami segít őket abban, hogy miközben ők segítenek a betegeinknek, közben ne váljanak önmaguk is betegek, tehát hogy ne szakadjunk meg abba, ne kapjunk gerincsérvet, miközben segítünk másoknak. Ez gyakorlatilag ez egy folyamatos tanfolyam sorozat keretén belül megy, és egyebekben minden egyéb tanfolyam végzettség, amit azóta megszereztem, az valahogy mindig a gerinc felé kanyarodott vissza, valószínűleg ez a misszióm. Uh-huh. Úgyhogy és akár a Tamásékkal kapcsolatban is, mászóteremben, mindenhol ezzel szeretek foglalkozni. Jó látni, hogy ennyire szeretitek azt, amit csináltok. Beszéltük még a műsorunk előtt, hogy gondolkodjatok egy kis kedves sztorin, vagy valami vicces dolgon a munkátokkal kapcsolatban. Van-e ilyen? Hát, ha van valami, amit megosztanátok a nézőkkel. Biztos az edzőteremben sok vicces sztori van. Nem tudom, elmersz-e mondani egyet-kettőt. Hát most épp leblokkoltam, és nem jut eszembe semmi. De ha valaki elkezdi, akkor... Hát nekem az egész élet, az munka és kacagás. Nagyon vicces dolog kamaszokkal dolgozni. Szinte minden esetben, amikor először bejön egy kamasz gyerek, utálok itt lenni, utálom ezt a nőt, utálom a gyógytornát, nem szeretem az egészet, menjünk gyorsan haza. Igen, ez a kezdő bejövetel, anyuka mögötte lelkesen, és akkor... Látom a szemével bátorít, hogy majd én most majd a csodát elhozom, és akkor szépen elkezdünk beszélgetni,
és látom, hogy mínusz 300-ról indul a történet, és aztán amikor néha csak a szemen látom, de egy-két ilyen nagyon nyílt szájú gyerek azért mondja, hogy hát tényleg nem is utálok annyira, mondom, jaj, de kedves vagy. És de egyebekben aztán ezt meg hosszú-hosszú évek közös gyümölcsöző munkája követi, de az az első nagy levegő, amikor így mínusz 300-ról indulunk, és aztán utána mondom, hogy nem is tudnám csokorba se szedni, hogy milyen képtelen reakciókat tudnak a kamaszok erre az egészre hozni. Úgyhogy ilyen szinten én is leblokkoltam, nem tudom összességében példával tükrözni, de nagyon érdekes és visszaesett szituációk adódnak össze abból, hogyha egy szakember, egy anyuka lelkesen, meg egy kamasz gyerek nem lelkesen, nagyon lelkesen, így összeadódik egy termen belül. Úgyhogy ilyen, én azért tudom mondani, hogy minden persze móka is kacagás. Én inkább üzemeltetés fronton. Most már visszatekintve egyébként vicces, egy jó pár sztori, akkor megjelenni kicsit bosszantó volt, de mikor szembesültünk, mint új edzőterem tulajdonos, hogy tök jó, minden milyen szép, minden milyen jó, és akkor hát így volt egy vendég, ilyen, mi csak ilyen WC deszkamanónak hívtuk, ugyanis valami oknál fogva ő rendszeresen hazavitte random szerűen valamelyik WC-ből a különböző alkatrészeket. És persze akkor ez bosszantó, mert hát akkor üzemen kívül volt adott helyiség, és de ez így ment hónapokon keresztül, utána az így elcsitult, utána a zuhanyzóból tűnt el mindig valami, és akkor így pont gondolkodtunk is, hogy egyébként persze bosszant, de hogyha neki erre van szüksége, akkor hát akkor mi ezt szponzoráljuk neki. Ó, ez kedves viszont. Zsófé, nem jutott eszedbe semmi. Egyébként szerintem a csoportos órákon meg amúgy is mindig nagyon vidám a hangulat. Ja, nálunk nagyon jó kedvű a hangulat. Uh-huh. Hát én szeretek stand-upolni, úgyhogy lököm nekik a sódert, ők meg lökik vissza, mert nehogy már alul maradjanak. Úgyhogy nekünk tényleg, aki szeretne kipróbálni egy ilyen órát, az jöjjön bátran, mert ott a jókedv 100%. Meg hát le tudják akkor vezetni, gondolom, a napi feszültséget is. Így igaz. Jó a társaság. Hát jó társaságban voltunk most mi is. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek és meséltetek. Mi is köszönjük a meghívást. Köszönjük, hogy jöttünk. És hát remélem, hogy még fogunk sokat találkozni, akár tévé kapcsán is belelátni egy kicsit jobban a munkátokba. És hát azt kívánom, hogy ugyanilyen elhivatottsággal folytassátok a munkátokat. Az látszik, hogy a sport és az egészség a mindenetek, úgyhogy csak itt tovább. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük, ez volt a Nálatok Mizu, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.